Mi vagyunk a csoport, aki 2011 nyarán a Leonardo da Vinci program jó voltából jutottak ki Spanyolországba, Granadába. Erről mesélünk most nektek. A spanyolok szerint Granada nagyon biztonságos város. Igaz, minket az első napon már figyelmeztettek, hogy ne menjünk erre, sem erre. És lehetőség szerint este 8 után ezt a részt is kerüljük el. Spanyolországban ezeket a termékeket ne is keressétek. Ha már ennyire jól laktunk, és ennyire melegünk van, akkor sziasztázunk! Az együttélése is vannak problémáink. Én itt valakivel komoly harcot folytatok. Festőmázoló, tapétázó szakmában dolgoztam kint Spanyolországban 2 hónapot. A motivációs levélhez mértem, megtalálták azt a munkahelyet, amit vártam. Eleinte nehéz volt így kommunikálni, ugye a nyelvi akadályok miatt. De később elég gyorsan belejöttem, segítőkészek voltak a munkatársak és a főnök is. Voltak kisebb gubancok, félreértések, de a későbbiekben minden rendben volt, gyorsan mentek a dolgok. Megtanultam mindent, amit szerettem volna, sokat tudtam gyakorolni, megismertem új technológiákat, eszközöket. Én szakács kinyitottam ki Spanyolországba, a motivációs levélhez képest nem azt kaptam, amit vártam. Nagyobb konyhára tettek, már sok volt a lakodalom kint, amikor kint voltunk 2 hónapot szakmai gyakorlaton. Nagyon jó voltak a munkatársak, sokat viccelődtünk, szerettem bejárni dolgozni. Hogy már megint fordítva van, bazd meg! Nem. Spanyolországban a jobb oldalról kezdni. Autószerelőként dolgoztam Granadában. Szerencsémre olyan műhelyet találtak nekem, amilyet elképzeltem. A motivációs levélben leírtaknak teljesen megfelelt. Egy kis műhely volt, ahol többféle autóval dolgoztam, annak ellenére, hogy elméletileg Peugeot márka szerviz volt, de így szélesebb körben gyűjthettem tapasztalatokat. Szerencsém volt, mert a tutor, a mentor és mindenki nagyon odafigyelt ránk, és segítettek, hogy a megfelelő mértékben elsajátíthassam a szakmai nyelvet, és hogy szakmai téren is megfelelő mennyiséget fejlődjek a kint töltött idő alatt. Hát az, hogy már megint így van a papír, jól van visszacserélni a végig, már Niki kiavar. Mi Spanyolországban voltunk. Ketten autószerelőként kint, egy nagy műhelyben, ahol nagyon meleg volt, nem csak az, hogy a műhelyben, a Spanyolországban is. A munkatársak nagyon jó fejek voltak, és így részemről ennyi. A kolléga folytatja. A kolléga már nem kolléga, csak osztálytárs. Különösebb nehézségre nem tudunk beszámolni, mert ha van papír, van toll, van ceruza, van, lehet mutogatni, akkor így minden megoldódik előbb-utóbb. Ami rejtély maradt, az így most már örökre az is marad, mert nem lehet utólag kitalálni semmilyen dolgot. Jófej kollégákkal dolgoztunk, nevetgéltünk. Sokat bohockodtunk. Kocsmáztunk velük, minden jó volt. Körülbelül ennyi.